Sziasztok, srácok, Sándor Lófélek, egy kis Armored Warfare devlog tartalommal. Ezzel még ebben a formában nem foglalkoztunk, csak a War Thundernek a devlogjával. Mostantól fogunk foglalkozni kicsit sűrűbben az Armored Warfare-nek a devlogjával is. Valójában is miért? Egy nem is olyan kis követ dobtak az állóvízbe Armored Warfare fejlesztő csapatánál és menedzsmentjénél. Tudjuk, hogy vannak olyan takok, amelyek akkora ikonok, hogy az emberek minden áron játszani akarnak vele, jelzel, akit adnak fel a házukat, csak pénzük legyen, hogy játszhassanak vele, akkor is nekik adják minden pénzüket. Tigris, Abrams, T-14 armata, és egy ilyen hatalmas ikon, a Sherlock Lark. Mint modern NBT-kkel foglalkozó játék, mint a modern NBT-kkel foglalkozó játék, az Armored Warfare lenne hivatott elsősorban arra, hogy egy ilyen élvonalbeli haditechnikát a játékosoknak a rendelkezésére bocsásson, és valamilyen szinten egy élvezhető játékban, egy stresszmentes, nyugis, relaxált, chilles kis játékban megjelenítse. Hát a War Thundertől inkább óvontanék mindenkit, mert vagy költeni fogsz rá, vagy az eget fogod falhoz vágni, bürgyűzetet szétvenni a monitort, alkoholhoz és pszichotrop gyógyszerhez kezd nyúlni. Itt azonban az Armored Warfare-ben kikapcsolódni lehet és játszani szépen nyugodtan. Chill. Ennek a chillnek a jegyében be fogják dobni a lök lelket, és egy nagyon komoly kavics darab fog bedobódni abba a bizonyos állóvízbe. Nagyon izgalmas dolog, ugye a Leclerc a most bekült francia vonalban prototípus változatában Tier 7-től lesz elérhető. Tier 8-ra kapunk egy másik uncutságot, át fogjuk beszélni ezt a Mephistót is. És a Tier 9, Tier 10-ben lesznek a modern Leclerc változatok. A 10-es Leclerc-re nagyon-nagyon kíváncsi leszek, sőt én a 9-es Leclerc-re is nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Amink van jelenleg, az a Sherlock Leclerc prototípus változata, erről van még egyenlőre devlog információ, de ez sok érdekességet tartalmaz, és vannak benne részletek. Van ilyen baromi hosszú leírás arról, hogy így a NATO, úgy az, hogy betembéték, AMX 30, AMX 40, ezek már benne vannak AMX 32 kivételével játékban, a 32-es még nincs benne játékban, de szerintem bent lesz. Lényegében egy 30B1U egy másik toronnyal. És tulajdonképpen a karaktermodell egy nyers karaktermodellről beszélünk, ugye még mindenféle festés nélkül, nagyjából egészéből így fog kinézni. Itt már az ember elkezd azért tippelgetni, találgatni, hogy na hol lehet majd fogást találni, spammelhető lesz ez a kupola, a driver hatch, ez a felső pét mennyire lesz hash vagy HR gránát érzékeny, a hasa mennyire lesz ez a lemez belőhető, vagy itt alul lesz a lemez belőhető. Itt már az ember gondolkozik, sakkozik fejben. Meglátjuk, ezt most még nagyon nehéz megmondani. Az biztos, hogy lesznek rá kifejlezhető modulként armor package-ek, ez a kiegészítő armor itt az oldalán, ez halál biztos, hogy nem stock lesz. Az egészen biztosan fogja kérni az XP-t elég rendesen, hogy föl tudjuk ezt majd tenni, de ezt majd meglátjuk. Több szempontból rendhagyó lesz a Leclerc azon kívül, hogy itt jelenik meg hamarabb, nem pedig a nyomorult Armored Warfare Copy War Thunderben. Azok kívül több szempontból unikális dolog lesz. Azt lehet tudni azért a valóságos Leclercről, hogy meglehetősen agilis, mozgékony, kis tömegű, kis súlyú valaminek lehet mondani. Egy olyan bazen nagy tornyodököz képes, mint a Challenger 2 vagy az Abrams család, azokhoz képes kimondott módon egy ilyen felüdülést jelent a Leclerc a kis méretével, súlyával és agilitásával. Prototípus korában is 52,7 tonnát nyomott, persze a modern időszállal megcsapta, és így minél több kiegészítő páncél került erre is. Látjuk, a nyugati NBT-k is úgy vannak összerakva mostanában, hogy több évtizedes platformokon lógunk, és akkor a kiegészítő páncélt és kiegészítő páncélt pakolunk, meg próbálunk belepakolni valamilyen olyan motort, ami elbírja hordani azt a rettenetes súlyterhelést. A Leclerc még mindig egy könnyű és mobilis NBT, természetesen jócskán felszerelve ennek ellenére. Ha 9-es, 10-es hogy fog kinézni, mennyi kiegészítő páncél fog felhalmozódni, nem tudjuk. A Tier 7-esen most még elég szoridani toldalt van valami. Az elején egy elég érzékeny pontot fognak le, azért. De már vannak részletben menő információk róla, amiket nagyon-nagyon fontos megemlíteni. A skirts, ami a szoknya, az oldalszoknya erre a páncélattal lesz ellátva. Nera darabokkal, Nera szegmentekkel vegyítve. Érdekesen hangzik. És ezen kívül még két egységnyi, Two Banks of Galix Smoke Grenade Launcher, a Galixokat fogja megkapni. Igen. És akkor a lőszerekülésből le tudunk egy kicsit sasolni, mi mit vártunk tőle, na mégis milyen lesz a 120 mm-es sima furotú ágyon, mivel fogunk rendelkezni. Olfel 120 G1,
APFS DS koposos szeget fogunk hozzá kapni, ami azt írja, hogy 2 kilométeren 60 fokos döntés szögnél 550 mm az átütése. Ugyanezt figyelembe véve az OLCC 120 F1 Heat általános használatú lőszer 450 méteren 450 mm tud 2000 méter a 60 fokos döntést, nem tudom miért pont ezzel az rasolhoz ragaszkodnak, általában nem ilyen távolságra harcolunk egymással az Armored Warfare-be, sokkal rövidebb lőtávolságok vannak itt is. Ennek ellenére 2 km kapjuk 60 fokos döntést is acélra. Minden esetre ebből már lehet valami következtető Tier 7-be. Azért, mint eddig is megszoktuk a franciáknál, azért az AMX 30, B2-nél, Brennusnál, AMX 40-nél, nem az átütés és a selling point. Finoman szólva. Ez sem tűnik első látásra izmosnak, de Tier 7-be azt gondolom az Abrams-hez valószínűleg közeli értéket fogunk kapni. Valami hasonló ágyúra ágyuk ezzel is a számítok, mint az Abrams-nél, és ami ennél is fontosabb, kapunk még információkat róla, 8 fokos ágyús ügyedés, 15 fokos ágyú emelés mellett lesz majd mindez elérhető és lehetséges, ami belaud az átlagba, azt lehet mondani. Jobb az oroszoknál, nyilván nem egy Type 90, de az azért ritka prémium. Lehet majd vele a tírjéből mit kezdeni, van benne fantázia, hogyha agilisabb lesz, mint a Challenger 1 Wolf prémium tankom, akkor igazából van jövője. A töltés időt még nem nagyon lehet tudni, hogy mire lehet számítani stock alaptöltés idővel. Nyilván egy 5-es szintű legénységgel, prémium palastokkal, retrofitekkel ezen izolusokat lehet hozni. Ezt mint tudjuk, ez sok mindentől függ az Armored Warfare-ben, nagyon-nagyon sok mindentől függ, de már valamiféle képet tudunk kapni, hogyha ilyen átlagos adatokkal rendelkeznek a lőszerek és maga az ágyú, akkor én számítok arra, hogy egy olyan 7-8 másodperc közt volna beletesz azt a töltést lőni. A szerencsékon lehet köztülülni akár 7 másodperc alá is, ilyen 6-9-6-8, de ha nem, akkor is egy ilyen 7-8 másodperc közt valahol szerintem egy verseny és ilyet képes dologra lehet mindenféleképpen számítani. Sok más érdekes dolgot megemlítenek benne. A motor is megemlítésre kerül. Unidiesel V8X 1516,47 literes V8-as előforrásunk lesz, ami elég jól hangzik papíron. Talában van a Soma Minerva ESM 500 automata sebváltóval, amely által 70 km/h vagyunk képesek, és az 50 km/h offroad az minden körülmények között tartható, ami gondolkozok, hogy mire emlékeztessen. Leopard 2 Alien Revolution? Kb. Azzal szoktam, hogy ilyen módon közlekedni. Ha egy Leopard 2 Alien Revolution, valami ilyesmi mobilitásra számíthatunk, az ágyúkezelés is hasonló lesz, ahhoz meg az Abrams-hez, akkor elég szépen fogja hozni a Tier 7-ben elvártakat. Ugyanakkor van egy két olyan dolog a tarsajában a löklertnek, ami idáig azért nem volt az MBT-kre jellemző. Enyhén szólva nem volt az MBT-kre jellemző. És ezzel nagyon nagy változások behozni. Úgy szeretnék kialakítani ezt a járművet, hogy vezesse a támadást. Elsősoros MBT-nek szánják, és nem azért, mert egy iszonyúan troll páncélzattal fogják felszerelni. A Double Cicknek az utolsó bekezdés a legizgalmasabb és a legkanhergelőbb, legalábbis az én számomra. Néhány percenként egyszer a tank rendelkező fog egy olyan opcióval, ha meg tudja elterni az összes ellenséges tankot 100 méteren belül. De nem egyet, nem kettőt, mint a mostani light tank mechanika, hogy fejlőszed célpontot, nem. Ez mindet. 100 méteren belül, aki van hozzá, mindet. Bár azt írja, hogy ugyanazzal, the same way, hát ugyanúgy, ahogyan az AFV géposztálynak van egy ilyen képessége jelenleg. Ezáltal meglehetősen jól fog fitelni abba a szerepkörbe, jól fog fitelni abba a szerepkörbe vezesse a támadást, hogy segítsen tönkre verni tömegesen összegyűjt ellenséges csapatokat. Hogyha valamilyen statikusabb helyzetben felgyelmük az ellenséges csapat, betöbbülnek valahová, közelmész, 100 méteren belül is fel tud jelölni a csapatodnak mindegyiket, sőt a feljelölt járművek nagyobb sebzést fognak ezáltal elszenvedni, hogy te feljelölted őket. Na ez így, és egy 10-es MBT-ben, tényleg egy olyan dolog, ami idáig nem volt jelen az Armored Warfare-ben, ez a mechanika azért MBT-kben nem volt jellemző, általánosan jellemző, úgyhogy egy elég érdekes erával, nerával felszerelt, jó mobilitású, átlagos ágyúkezelésű, de nagyon-nagyon nem átlagos képességgel rendelkező
felderítő és frontline MBT. Egyben lesz a Sherlock Leclerc prototípus Tier 7-be. Hát azt gondolom, hogy mindenféleképpen izgalmas időket fog hozni. Nagyon várom, hogy rágórassak, úgyhogy tolom a franciáknak a fejlesztését, hogy készen álljak már arra, amikor ő megérkezik. A másik ugye mondtam, hogy fogalmam is mi a Tech Tree-ben. A Tier 8-as. Nos, a Tier 8-as Mephisto adtat neki egy olyan francia nevet, aminek meg sem próbálhat neki futni, hogy én ezt kimondjam nektek. Itt van igazából, hogy miből sakkozták össze, és akkor a végeredmény az, hogy legyünk őszinték, valaki csak el akart nevezni a járműt Mephistónak, és körbeírták amúgy franciásan. Ez valószínűleg valamiféle francia atomrakétákat fog lövöldözni. Egy ilyen gumikerekes, csak rakétás jármű, na ez már tisztán egy TD dolog lesz. Rá leszel arra hagyatkozva valamilyen szinten, rá leszel szorulva arra valamilyen szinten, legyenek olyan csapattársaid, akik spottolnak. Tehát csak rakétád van, gépágyud nincs, páncélod nincs, ennél fogva egy klasszikus TD szerep mentén lehetséges alkalmazni. Ez eléggé behatárolja, hogy mivel lesz képes. Ugyanakkor gumikerekes mobilitással, ekkora tűzerővel, mindenféleképpen olyan dolog, amivel számolni kell majd a harcmezőn, és elég egyedi. Azt lehet mondani, ez a kis aranyosság is. A hot rakétájáról már lehet tudni valamit. Kaliber 150 mm, repülésebesség 240 m per szekundum, range 75-től 4000 méterig megy a tövegbe. A HOT 2 standard heat, robbanó fejje 1250-1300 mm, képes RHAE penetration, without any error, interfering. Nos, azt jelenti, hogy az első robbanótújtet leszedi az arát, a második a magát a tényleges páncét fogja telibe csapni, úgyhogy ezzel már rendelkezni fog ezzel a manikával. Ha NER ellen nem is, de ERA ellen már kimondottan jól lehet ezt majd alkalmazni. Aztán megjelenik a HOT 2 MP, a Special Multipurpose, egy különleges általános használatú robbanó fejjel. 1000 mm körül átütéssel. Szintén kettős robbanás, tehát a kiegészítő páncélzat lepucolására egyik fajta robbanótöltet, a másik fajta robbanótöltet a tényleges páncéltetésre fog fordulni, egy elég nagy sebzésnek tőle várni. A HOT 3 tandem, úristen, dupla hit, robbanó fej, 1250-1300 mm kettős robbanótöltettel. Hát ez fájni fog. Ezzel valakit megtalálnak, az bizony nagyon-nagyon fájni fog. És akkor torony felszereltségéhez tartozó dolgok, Giat M590 Giro Stabilized Mirror Type Sight, nagyon-nagyon-nagyon halálosan stabilizált irányzék. Nappali nagyítási értéke 3-12-szeresig állható. A Mephira kamera lehetőséget nyújt a lövés számára. Éjszaka tüzelés közben a maximális távolság, látott távolságot kitolni 2500 méterre, 1992-ben. Feltújtva a torony. Egy felhelyezett infravörös lekövetőt kapott. Ez ugyebár mindenféle füstevonaló átlátási képességet növelte meg, és a SoftKill APS-sel szemben is elnállapotette a rendszert. A SoftKill APS-sel levélet MBT-kkel szemben is hatékonyan tud majd rakétákat vezetni, ami azért egy elég nagy dolog, hiszen vagy SoftKill vagy HardKill rendszer rendelkező MBT-ink vannak, azt hiszem egy MBT-nek van talán a Zoplotnak, mind a kettő, és ezek ellen is elég hatékony lesz. Hát érdekes, hogy MBT vonalba egy TD-t betettek, hát kell verekedni magad a TD-n, akkor is, ha nem vagy TD játékos, de úgy gondolom, hogy ezekkel a huntottságokkal felszerelve egy nagyon komoly darabot fogunk kapni. Úgyhogy igazából várom a Mephistót. A Tier 8-ban fog ő elhelyezkedni, tehát a Sherlock Leclerc után ő lesz a Tier 8-asunk. A Cornet EM-hez, vagy a VBR, ilyen GVE, ezekkel hasonlítják manőverző képességében. És az upgrade-ek között nagyon sok választás lehetőséget fogunk neked adni.
Ilyen ez például a Shark. Keménye vagy hard kill a PS. Felszhető spottolási és rakéta kontrollálási rendszerek. És az út, és a végső tűzelő választási lehetőség két mód között. Firing two standard missile once, tehát két rakéta tudunk majd egyszer lőni, mint jelleg mondjuk a T-15 harmata. Kombinálva egy gyorsabb klippa vagy tárhúltöltő rendszerrel. Ez standard HOT 2 rakétákat fog 800 mm-es penetration mellett, tehát a 80-as áthatés mellett kettőt egyszer levegőben tartani. Vagy speciálisan nagy robbanótöltő HOT 2 MP rakétákat, amelyeknek alacsonyabb 500 mm-es áthatése lesz, de iszonyatosan magas damage-et, bónusz damage-et lehet majd velük elérni, illetve a modulokra is egy bónusz damage-et fog ez majd képviselni. Tehát ha puhár célpontot találsz be, akkor óriási AP-t tudsz legombolni, illetve MBT-k esetében, hogyha nem is feltétlenül fog átütni, de az összes külső damage-et, optikákat meg egyébként le fogja pucolni az MBT-ről várhatóan, illetve csövet, tracket, ilyesmit jobban fog majd károsítani. Aztán lehetőségünk nyilván az 1000 mm-t átütő Tandem Heat Hot 3 rakéta lövésére is. Szóval egy elég érdekes választás. Vagy gyorsan fogunk lőni, vagy kettőt fogunk egyszer lőni, vagy mehetünk az átütésre, mehetünk a maximális sebzésre, vagy damage mellett, aki nagyon fontos a modul damage. Arra is kell hegyezni a dolgod. Hát, Mephisto. Várunk. És akkor ne csak franciákkal foglalkozzunk. Nekem legalábbis elég érdekes, hogy megjelenik az Al-Hussein. Ugye az Al-Hussein, azt a jól tudom, egy jordániai projekt. A britek ugye közel-keletre próbálták árasztani az export termékeikkel, a Challenger 1 és az igazi tartozott. Na ugyanakkor a jordánok nem voltak azért megelégedve olyan nagyon a húzagolt csövű Challenger 1 ágyújával, mint olyan. És ebből kifolyólag lett egy fejlesztés, sima forrótú 120-as ágyúval, amit elég sokat várunk, ez az új Tech 3-8-as a Challenger-nek a vonalán, és ugye a C1 Ariete az bocsánat, kikerül oldalra ilyen alternatívan felhelyezhető valaminek, mint a Leopard 2 Evolution, valami olyasmi lesz, de a fő fejlesztési vonalba T8-ba kaptak a Challengerek egy nagyon komoly 120-as sima forrótú ágyút. TOGS alapú Fire Control System-mel, hát érdekes lesz. Egy teljesen új alacsony profil toronnyal. Autoloaderrel. Hát érdekes dolog lesz az Al-Hussein hibrid. És úgy néz ki, mintha egy Challenger 1-esnek egy ilyen alacsonyabb tornyú kivitele lenne, és kapott volna rá valami taraszkágyút. Vagy mondjuk tűzérségi eszköz, nem is tudom. Éjszakai nappal irányzék, termálfelderítő hőtetvel, integrált lézerrel, időjárási szenzorok, minden időjárás közti látótávolságnak a növelésére, TOGS irányzék. Hát érdekes, ez az biztos. Félautomata Claverham töltőszisztem, töltési rendszer. Növelt tűzgyorságot, tehát ő ezt a leggyorsabban töltő Challenger. És upgrade 2 az MBC légkondicionáló rendszer rendelkezésére fog állni. Tudja majd csökkenteni a saját hőjeleit. Az első prototípus 2004-ben még nem kötelezettség, hanem az Al-Hussein hibrid a következő. Valahogy így fog kinézni a játékban. Al-Hussein. Hát nekem nekek város darab az Al-Hussein mindenféleképpen, úgyhogy a franciák megkaptunk majd a brit vonalba is egy elég unikális kis járművet. Jövőben már szeretnék foglalkozni ezzel a játékkal, hogyha lesz majd deblog érdekességet meg ezt a keményt, de patch note-okat valamikor át kellene majd rágni, amikor kapunk egy ilyen nagyobb patch-ot, ezért általában van róla egy patch note, nem csak az in development.
része van benne a dolgoknak, hanem miket tartalmaznak az új frissítések, azokon majd át fogunk menni, szerintem. Kell lesz abból is, de az biztos, hogy elkezdtük most ezzel a videóval a Depok részét feszegetni, remélem volt benne kis információ morzsa. A link a leírásban lesz igazából bármelyik járműnek a... Nem is mentem kedvencekbe. Későbben tegyem. Bármelyik járműnek rámentek a leírására, ugye ott lesznek a linkek az oldalon belül a másik kettőhöz. Úgyhogy... És persze Discordjuk is van. Én is fel vagyok azon Discord csatornán is, illetve jöttem beszélgetni az én Discord csatornámra is. Akár deblogoltunk ott szóban, ha valakinek segítségre van szüksége a fordítással, adott esetben, akkor tudok abban segíteni. Elbeszéltjük a dolgokat részesebben. Mennyit az ilyen szekciónk is, Almanad Warfare deblog. Lesz még ilyen, ahogy jönnek az új hírek. Shadowgrove voltam a reggeli kávé mellől, köszönöm a tekintést. Sziasztok srácok!